Az egész csak az így álljatok ott hát, a házában, hogy a fényzés A díjazottak között volt az idén 10 éves fennállását ünneplő Pannonrádió is, amelyet elektronikus sajtó kategóriában tüntettek ki. Ez a díj ez természetesen nem az enyém, hanem az egész Pannonrádiójé, és nem csak a mostani felállásé, hanem a 10 éves rádiójé, vagyis mindenkié, aki az elmúlt 10 évben hosszabb, rövidebb időre, kisebb-nagyobb mértékben részt vett a munkában. Gondolok itt szerkesztőkre, műsorvezetőkre és azokra a műszakban dolgozó kollégákra is, akik ugyan soha nem hallatszódnak műsorban, de nagyon sokat tesznek azért, hogy a műsor mindig folyamatosan gond nélkül menjen. Nyomtatott sajtókategóriában az év újságírójának Kabuk Erikát a Magyar Szó főszerkesztő helyettesét választották. Mindig nagy dolog, hogyha az embert a szakma díjazza, és a szakma úgy látta jónak, hogy valami miatt az én munkám az díjra érdemesült, az kiemelkedő. Az év pályakezdő újságírójának járó díjat Rizsányi Attila az Újvidéki Rádió munkatársa vehette át. Szórványdíjban ezúttal a tordai újság szerkesztőségét részesítették. A testület idén Gyarmati Józsefnek, a Magyar Szó nyugalmazott újságírójának és a VMUE alapító elnökének ítélte oda az életműdíjat. Az újságíró levélben köszönte meg az elismerést, ugyanis egészségügyi okok miatt nem tudott jelen lenni a díjkiosztón. Máriás Endre, a VMUE elnöke úgy értékelte, hogy az elnökség könnyen meghozta a döntését. Amióta én az elnökségnek tagja vagyok, ez most már a 9. év, ha jól emlékszem, most először történt meg, hogy ennyire egyértelmű döntéseket hozott az elnökség, ugyanis először megvitattuk a jelölteket, utána kiválasztottuk azokat, akik között dönteni fogunk, és azután teljesen egyértelmű szavazással, több esetben egyhangú döntéssel hoztuk meg a döntésünket. A díjkiosztón az idén 15 éves jubileumát ünneplő VMUE oklevélben részesítette az egykori elnökségi tagokat, majd a jelenlevők megtekinthették Patrick Süskind a Nagybőgő című monodrámáját Nesics Máté előadásában.